Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket! Hermann Ottó természettudós, néprajzkutató, régész és politikus, az utolsó magyar polihisztor címet azzal érdemelte ki, hogy sokirányú munkásságával maradandó értékeket hagyott az utókorra. Az arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából című portrésorozatunk mai eseményén Erdődi Gábor történész beszél Hermann Ottóról. Erdődi Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem német szakos diplomát 1975-ben, 1978-tól 2021-ig az ELTE oktatója volt. 2013-tól 2017-ig az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, illetve 2013 és 2019 között a Történelem Tudományok doktori iskolájának vezetője is volt. 92 és 96 között Bonni, 2002 és 2009 között vatikáni nagykövet. 2010-től az MTA doktora, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztény kitüntetettje. Kutatási területe a 19. századi magyar, német, belga történelem, külpolitika és eszmetörténet, illetve 1848 és 49 története. Mai előadásának címe a tudós politikus Hermann Ottó a Magyar Polgári Nemzetteremtés szolgálatában. Köszönöm szépen a felvezetést, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy idézettel szeretném kezdeni. Elvekre intranziges, kötelességtudásra szigorú, munkára fáradhatatlan, eszmékért rajongani tudó, igényekre egyszerű, elkösepulitán. Ilyennek ismertek még őt régi kortársai, muzeális pályán, évtizedek előtt, ilyen maradt később, szerkesztő asztalnál, képviselői székben, népmozgalmak élén, a tudományos feladatok körében, szervezés földolgozó talentum. Így jellemezte egy névtelen rekrológ 1914. december 27-én elhunyt Hermann Ottót. Tudjuk, hogy a 19. század a modern polgári nemzetteremtés hőskora volt, és ebben a dualista korszak a magyar történelmen minden ellentmondásossága mellett is egy kiemelkedően sikeres időszaknak tekinthető. Hát ennek a korszaknak volt Hermann Ottó az egyik legösszetettebb alakja, ahogy a bevezetőben is történt erre utalás. 1835-ben születik, a Breznóbányán, Zólyom megyében, nemzetiségi szempontból egy összetett régió, szlovák környezet, de a cipszer németség is jelen van szorványokban, rutének is, és egyházi szempontból, vallási szempontból is egy vegyes régió, hiszen evangélikus, római katolikus és szorványosan görögkatolikus elemek is vannak. Hát ez meghatározó természetesen Hermann Ottó szocializáció szempontjából és későbbi szinte reflexeiben is. Csak zárójelbe utalnék arra, hogy milyen érdekes ebből a régióból indul Kossuth Lajos, Görgei Artúr, Irányi Dániel, és még sorolhatnám tovább, hogy milyen remek észak-kelet-magyarországi részt erre emlékezhetünk. Családi örökségként egyrészt Hermann Károly kamarai orvos volt édesapja, édesanyja pedig a tipikus száz kispolgári körzeget mentalitás hozta a családba, evangélikus szülék voltak, tehát ez egy értelmiségi kispolgári millió, amiben Hermann Ottó felnőtt. Iskolában Miskolcon jár, és azért egy miskolci iparos családnál lakik, ami megint csak a későbbiekben vissza fog köszönni. A tanulóként már tudatosan az asszimiláció útjára lép. Ebben komoly szerepe volt Márdai Károly tanárának, és ennek is eredmény 13 éves 1848-ban, amikor önként jelentkezik a forradalmi hadseregbe ágyútisztogatónak. De hát nagyon sovány, rossz kondíciók rendelkező gyermek volt, úgyhogy nagy bánatára elzavarták. Viszont a magyarrá válásában ez nem akadályozta, a nevének helyes írását változtatja meg. Egy R, egy N-re, a két R, két N-ről, ezzel is érzékeltetve. Ez kicsit engem megint csak arra emlékeztet, hogy Görgei annak idején, aki ugyanebből a régiból jön, ahogy az Y-ról Y-ra vált, hogy érzékeltesse magyar meggyőződését és lényét. Világos után Hermann depresszió
kínozza, nem folytatja tanulmányait, Miskolcon lakatosinasként tanul. Aztán valahogy feltörben egy pillanatra a továbbtanulási szándék, Bécsbe megy a Politechnikum előkészítő tanfolyamit látogatja, de ezt a folyamatot megszakítja, hogy meghal az édesapja, és miután 6 testvére volt, ezért a tanulmány nem tudják finanszírozni, ezért Bécsben újra csak géplakatosként fog évekig dolgozni. Ezt azért hangsúlyozom, mert nyilván majd később látni fogjuk, hogy Hermann egészen különösen empatikus a szociális kérdésekben érintett munkások tömegével, és nyilvánvaló, hogy itt saját bőrén tapasztalta, érezte meg ennek a mindenféle sajátosságát. Nem tanult, tehát autodidakta lesz. Ez nagyon fontos, ugye? Autodidaktaként, de bár ez a rendszeres, szisztematikus képzés elmaradása azért számos munkájában majd érzékelhető, nem akadályozza meg azonban zsenialitása kiteljesedését. Szóval Hermann tényleg zseni volt. Elképesztő, hogy autodidaktaként hány tudományágban korabeli világszínvonalú teljesítményre volt képes, és ez volt az egyik fő jellemzője az ő pályájának. Folyamának egyik jellemző, hogy valami szerencsés csillázatba született, mert a legnagyobb válsághelyzetekben mindig érkezik valami segítség, ami tovább lendíti a pályáján. Így van ez Bécsben is, megismeri Karl Brunner von Wattenwilt, ő egy nagyon híres osztrák biológus volt ebben az időszakban, aki felkarolja Hermann Ottót, saját dolgozatait Hermann Ottóval illusztráltatja, rovartani dolgozatokról van szó, tehát tulajdonképpen a tudományos szférába beemeli őt, de még nagyobb támogatója volt azzal, hogy segíti majd pályázatát az erdélyi múzeum egylet múzeumába, amelyet Brassai Sámuel írt ki, és Wattenwilt személyes támogatása is hozzájárul abba, hogy ő majd Kolozsvárot fog hosszú éveket eltölteni. De most ugrottam, egy pillanatra visszaugranék. Hermann Ottó pályájának másik sajátossága, hogy amikor kialakulnak a kellemes, harmonikus egyensúlyállapotok, akkor mindig valami közben jön, ami ezt felborítja, és kisebb válságokat, sorozatát idézi elő. Így 1857-ben a bécsi idillt megtöri egy katonai behívó. Na most Hermann Ottó sajátos ember volt, hallatlanul, öntörvényű, nem megy el a sorozásra. Abból indul ki, hogy ő még gyerekkorában hallása megbomlott, félig süket, hát akkor nyilván miért nem lesz ő katona? Hát ezt nem akceptálják, katonaszökevénynek nyilvánítják, 12 évre sorozzák be, hál' Istennek kevesebb, mint 5 évvel azért ezt le fogja tudni. Utána jön egy nagyon érdekes, rövid időszak az életébe, kevéssé ismerjük, a leszerelés után 61. szeptember 7-én szerel le. Annyit tudunk, szinte még vázlatosan se, szinte még töredékesen, csak néhány apró kis szóból, mondatból, hogy ő 61-62-ben ilyen forradalmi ihletésű nagy útkeresésbe kezd. Részt vesz az olasz nemzeti egységmozgalom harcaiban, a Risorgimentóban, majd ezt követően a lengyelek orosz ellenes felkelésében. Nem tudunk semmit. Az annyit tudunk, hogy amikor erre rákérdeztek nála a többször életében, indulatosan utasította vissza, és nem volt hajlandó erről beszélni. Valamiért erről ő nem akart beszélni. Ez a pacifizmus, vagy nem tudom, mi lehet az oka, nem tudjuk, mi lehet az oka, de ezt tényként rögzíthetjük. A forradalmi próbálkozások után 63-ban Köszegen telepszik le fotográfusként, nem szereti, ez egy ilyen muszmunka, ez csak valamiből élni kell, viszont megint jön a segítség. Csernel Kálmán személyében, aki megtanítja madarakat preparálni. Ez azért lesz fantasztikusan fontos, mert a említett kolozsvári pályázatához mellékeli azt a preparált madarat, amit ő készített el. Amellett Csernel Kálmán azért is nagyon fontos, mert ő nagybirtokos, jómódú és igazi mecénás. Igazi mecénás, támogat anyagilag, nemzeti érzelmű. Tehát egy nagy lökést ad Hermann Ottó pályáján, mert hát elnyeri a pályázatot, és Brassai Sámuelnek konzervatorként fog dolgozni. Csak egy zárójelbe hagyj jegyezzem meg,
ritka az olyan helyzet, mint ez a brassai pályázati ügy, és fizetésének egy részéről lemond azért, hogy Herman Ottónak tudjanak fizetést biztosítani és állást. Tehát Kolozsvárban megérkezik. 64-72 között lesz ott. Nagyon fontos, hiszen a akkori Kolozsvár Budapest után az ország legjelentősebb kultúrcentruma volt. Ezek meghatározó évei az ő fejlődésében. Itt alakul ki ez egy úgynevezett a sajátos Herman Ottói profil, ami ugye egyrészt az aktív közéleti szerepvállalás, az aktív fanatikus tudományművelés, és mindezt kombinálja a politikai szerepvállalással. A Magyar Polgár balközép ellenzéki polgári lapnak lesz ő a munkatársa, majd egy ideig a szerkesztője is. És itt Kolozsvárot alakul ki a polihisztori irányvétele. Felmerül a szakirodalomban is, a kortársak között is többen felvetődik, hogy nem elavult-e már, hogy polihisztorként próbál ön működni, hiszen már a tudományágak úgy specializálódnak, amelyek nagy elmélyülést igényelnek. Ezzel szembesül Herman Ottó, válaszol is rá, de szerintem a legjobb válasz a működése. Hiszen ő a működésével bizonyítja azt be, hogy világszínvonalú, speciális területeken elért eredményeket összetudja egyeztetni az enciklopédikus látásmóddal, egyes részterületeken disziplináris alapkutatásokat végez, miközben a szintézis megalkotásával is képes. Ahhoz, hogy ilyen eredményes legyen, hát modern kutatási módszertant dolgoz ki, annyi talán arról, hogy ez a források fanatikus tisztelete az, amit elsősorban motiválja, és a nagy nemzetközi összehasonlító igény, amit ugye azért is tud magas színvonalon elvégezni, mert jól tud németül, angolul és franciául, tehát ő abban a szakirodalomban up to date, és hatalmas levelezéssel van, óriási személyes kapcsolatrendszere. Ezt nem tudom részletekben menően elmondani, csak a legfontosabbakat, kulcsszavakkal hagyjam egyem ki. Egyik legfontosabb ihletője a svéd Carl von Linné, ő egy orvos és botanikus volt, aki a modern biológiai szemléletnek a megteremtője, a modern tudományos rendszertannak ő volt a kidolgozója. Másik nagyon nagy hatásra Thomas Buckle demokratikus irányultságú pozitivizmusa, Darwin szemlélete, és Ernst Haeckel, ő egy zoológus és egy filozófus volt, aki az úgynevezett biogenetikai alaptörvényt dolgozta ki. Ugye ez hangsúlyozza, hogy az egyet fejlődése megismétli a törzs fejlődést. Hát ezek Herman Ottóra nagyon nagy hatása voltak, de ha 60 percig csak erről beszélnék, akkor is tudnám még folytatni. Ennyit erről. Herman Ottó pozitivizmusáról. A szakirodalomban ugyancsak sokszor felteszik a kérdés, hogy ez nem volt-e elavult, hiszen ekkor a dualizmus korában a pozitivizmus Nyugat-Európában már szétesik, hanyatlóban van. Én azt gondolom, és mások is sokan, hogy nem, ez itt a Herman Ottó esetében egyáltalán nem provincializmus, hanem a fejlődési fázis különbségről van szó. Közép-Európa és Kelet-Európa némi fokozattal hátrébb tart, tehát a mi térségünkben ekkor még a pozitivizmus teljesen egyértelműen progresszív tartalmat közvetít, és Herman Ottó egy tipikus közép- és kelet-európa, ugye a közép-európa mindig hozzáértem a német térséget is, annak a közép-kelet modellnek a képviselője, amelynek a lényege, hogy nagyon alapos természettudományos alapokra építve, pozitív társadalom szemlélettel kombinálva, és mindezt egy haladó liberális demokratikus politikai törekvés szolgálatába állítva működtek ezek az emberek. Herman Ottó tudományos gyakorlatának felfogásának meghatározó kérdése volt a tudomány funkciójának meghatározása. Ebben is ő egy újszerű, korszerű, utilitarista, pozitivista álláspontot képvisel, a tudomány hasznosságának fontosságát hangsúlyozva. Mindez pedig összekapcsolja a nemzeti vagy egyetemes, nemzeti és egyetemes tudomány kérdéskörével.
Az ő klasszikus felfogásában ugyanis a tudomány a modern polgári nemzet megalkotásának stratégiai jelentőségű szolgálója, és csak ebben a kontextusban látja értelmét a tudomány művelésének. Ugye itt néhány idézetet ehhez mellékeltem, a parlamentben mondja el január 30-án, hogy a nemzetnek jövőjét nem a kard, nem a megalkuvás, hanem a tudás, a szellemi hegemónia biztosítja. Szellemi hegemónia. Ugye ez azért is nagyon fontos, hiszen a magyar nacionalizmus, a sok nemzetiségű Magyarország egybetartásának fő-fő feltételének tekintette a szellemi hegemónia érvényesítését. Tehát ez is hozzátartozik ehhez a gondolat sorhoz. Hermann Otto másik fontos idézete a Magyarország pókfaunája című munkájából emeltem ki, amelyben hangsúlyozza, hogy minékünk magyarokkal szellemünk sajátosságot képes részt kell vennünk a munkában. E menetben részvétel érdekünk, jogunk és kötelességünk, és mit lehet szétevesszük, gyakoroljuk, teljesítjük, feltaláljuk létünk okát, létünk jogát, az, amit Kossuth raison d'être-nek nevezett, és jövőnk ebben van. Tehát a magyar tudomány, egyáltalán a magyar nemzeti fejlődésnek a jövője abban ragadható meg, hangsúlyozza Hermann, hogy ha progresszív, egyetemes folyamatokba és törekvésekben megfelelően bekapcsolódunk. Azt is hangsúlyozta Hermann, hogy a tudomány jótékony hatása kifejtéséhez demokratikus közműveledési program és gyakorlatra van szükség. Nem csak mondta, csinálta is. Sorra szervezi a nagy felolvasó esteket, járja körbe az országot, ő is előadások sorát tartja. A publicistaként is a sajtóban számtalan cikk írásával szolgálja ezt a törekvését. Itt megint, hogy idézek, Falco Subbuteo Linné, ez az egyik legelső írása Hermannnak 1864-ben, amikor kifejti, miszint az ornitológia fő feladata egyike az, hogy jegyezze meg a hasznos kártékony magyarokat. Mutassa ki a hasznos kárt. A lehető legpontosabban, hogyha ezt nem teszi, puszta időtöltési alacsonyul. Tehát a ismeretterjesztés, hogy a tudományos eredményeket a legszélesebben értelmezett nép hasznára fordítsák, ez az ő törekvése, és ezt nagyon hatékonyan művelte. Kolozsvár, ugye, ott kezdi politikusi pályáját, de ott alakul ki ez a sajátos tudós politikusi pozíció is, amit elfoglal. Ennek a hasznosságáról, sajátossága Kossuthoz írott levelében, ezt ott fejti ki, megint az idézetet kérem nézzék, a képviselősének ránézve két jó oldala van. Könnyebben boldogulok a kutatáskor, a tudományos körülbelül sok erős ellensége szebe pedig biztos védelmet nyújt. Ugyanakkor ennek a kölcsönhatásnak az érvényesülését fordított összefüggésben is megismeri, miszerint, amikor rendszeresen visszatérően a politikusként kudarcokat szenved el, zsákutcákba kerül, azok negatív következményeivel szemben éppen a tudomány sárcai visszavonulva találja meg a védelmet, és ezzel a lehetőséggel többször is ért. Itt csak egy nagyon rövid zárójeles személyes élményt hadd tegyek hozzá, ha szabad magamat hasonlítani egy tudós politikusi minőséghez. Ugye, ahogy a felvezetőben hallották, én 2006 évet nagykövet voltam Bonnban és a Vatikánban, és bizony ahhoz, hogy ne kelljen soha olyan feladatot végrehajtanom, amivel nem értek egyet. Ehhez nekem az egyetemi háttér nagyon fontos volt. Mind a két esetben, Bonnban is, a Vatikánban is többször előfordult, hogy én a miniszterelnök vagy a külügyminiszternek jeleztem, hogy ezzel én nem értek egyet, ezt nem tudom képviselni, és akkor, ha ez nem tetszik, akkor hívjanak haza, köszönöm szépen. De ezt azért tehettem, mert itt volt az egyetem. Én mindig egyetemi polgár maradtam, amikor nagykövet voltam, én fizetés nélküli szabadságon voltam. Tehát, ahogy Hermann Ottónál is, valóban a tudomány sáncai közege óriási védelmet jelentenek a politikusi dolgok negatív kihívásaival szemben. A
politikai döntései 1872-ben, amint említettem, a pályájában mindig visszatér, amikor valami harmónia kialakult, akkor valami kizökkenti. 72-ben ugyanis a választásokon, nem ritka ez a dualizmus történetében, a Szabad Elvű párt, a kormánypárt nyert, viszont a balközép párt lapja, ahova Herman Otto tartozott, a kormánypárti győztes mellett foglalt állást. Herman egy hallatlanul robbanékony, indulatos, hirtelen haragú ember volt magánéletében is, közéletben is, azonnal összepakol, aznap elhagyja Kolozsvárt, megy. Nem tudja, hova megy, majd valahova megy, de hát mindig segítenek neki. És végül is több lépcsőn át, ezt most nem részletezem, jön a nagy segítség Szili Kálmán személyében, aki a Természettudományi Társulat elnöke, majd lesz az akadémia főtitkára is, felkéri Magyarország pókfanájának monográfikus megírására. Ez egy fantasztikus nagy munka, mindenkinek ajánlom. Én nem vagyok se biológus, se természettudós, és a pókokat se szeretem. De egyszerűen annyira élvezetes, és annyira természetes, ahogy ő ezekkel a dolgokkal foglalkozik, hogy Isten bizony, majdnem megszerettem a pókokat, pedig most is nagyon félek tőlük. Tehát nagyon jó, hogy ezt megiratják vele. Közben ő már elment volna Kamerunba egy afrikai expedícióval, de itt marad, és elvégzi ezt a feladatot, amely nagyon élvezhető, közérthető stílusban ír, de a tudományosság legmagasabb fokán, és kétnyelvű lesz, hogy magyarul, németül is az olvasók érthessék, és a legnagyobb titka, vagy a lényege ennek a munkának, és attól lesz fantasztikusan élvezhető színvonalas, hogy a modern európai ornitológia módszertanát ülteti át ő a rovartamba, a zoológiába. Mit jelent az? Ugye ez a forradalmi nagy brémi újítás volt, hogy az állatokat nem csak anatómiai lényként ismertetik, hanem a természetben elfoglalt helyüket, hasznosságuk, kártékonyságuk, annak részeként mutatják be a gyakorlatban, nagyon komplex megközelítésekben, és ettől válnak ezek a Herman Ottói természettudományos munkák is még olyan számára, mint én, aki tök leikus, hallatlan élvezhetővé és tanulságossá. Tehát Kolozsvára politikai szerepvállalás nyitánya. Herman Otto itt válik politikussá, és hogyha előre tekintve életútjára, akkor fogalmazunk, akkor megállapíthatjuk, hogy Herman Otto pályája tulajdonképpen egy ellenzéki politikus kudarcokkal kísért útkeresései. Miért? Mert mindig áttörhetetlen falba ütközik, ez pedig nem más, mint a dualista rendszer antidemokratikus alapvetése. Egy olyan akció, ami törvényes úton nem változtatható meg, amely kizárja a rendszer alkotmányos demokratikus modernizációját. Herman Otto fanatikus, kegyetlen, elvakult bírálója a dualizmusnak, mert úgy ítéli meg, nem teljesen alap nélkül, hogy mindez korlátozza az ország önrendelkezését, Magyarországot idegen érdekeknek szolgáltatja ki, nemzetet erkölcsi romlásba taszíthatja, ellehetetleníti a nemzeti érdekek érvényesítését. Olyan államalkotónak tekintett a dualizmust, amely alapvető kérdésekben abszolutisztikus jogokat biztosít az uralkodónak, aki kvázi cserében a kulcspozíciók birtokában utat enged számos liberális tendenciának, de csak az általa elfogadott keretek között. Ezt bírálja Herman Otto fanatikusan, Deákot nagyon sokszor visszatérően, és ebből az intranzinges közjogi alapállásából kiindulva érzéketlen valójában a pozitívumok irányában, például a gazdaságban. Ő a gazdasági eredményeket, azt a hatalmas civilizatórikus teljesítményt, ami a dualizmus jellemzi, egyáltalán nem érzékeli. Nem is tesz említést róla, mintha nem is lenne. Esetleg a rossz kormánypolitika ellenére valami mégis jól alakult. És nagyon érdekes, hogy mindez az ő esetében egy egészen furcsa, naív, antimodern gazdaságpolitikai elképzeléssel társul,
ő azt gondolja, hogy a magyar ipar felvirágoztatásához mindenekelőtt a tradicionális háziipari gyökerek megerősítésére van szükség. Ugye ezt nem kell külön részletezni, hogy mennyire nonsens gondolat volt. Ő tehát a Kossuthi platformot képviselő, fanatikus Kossuth hívő, mindenekelőtt a kompromisszumok nélküli 1849-es közjogi alap, tehát Magyarország teljes függetlensége. Ehhez, ebből kiindulva szeretné ő a 67-es kompromisszum antiliberális engedményeit felszámolni, és lehetőleg egy demokratikus irányú további fejlődést megalapozni. Erről 1884-ben egy parlamenti beszédében fogalmaz nagyon szépen, a lényeget ebben összefoglalja. Itt megvan, ugye, az én liberalizmusom folytonos haladás. A több szabadság, a több egyenlőség, a több testvériség felé. Ennek jegyében, a felfogás jegyében csatlakozik ő 1874-ben a Mocsári Lajos vezette függetlenségi párthoz, amely az 1849-es közjogi alapot képviseli, egyház és állam szétválasztásával, következetes liberális egyházpolitikai reformokkal, és ami nagyon-nagyon fontos, talán a legfontosabb, az általános választójog demokratikus követelményével. Ez a 74-es Hermann Ottói alapnak is nevezhető. Ő belép ugye az ellenzéki pártba, de nem érzi jól magát, sosem érezte ott jól magát. Érzi, hogy ez nem vezet célhoz, és sok probléma van, még erre visszatérek. Ezért többször figyelhető meg nála a kitörési kísérlet. Így például 74-75-ben, amikor írja a pókfonáját, ugye a visszavonul a tudományban, ez nem jelenti azt, hogy elveszíti az érzékenységét, érdeklődését a politikai kérdések felé. Tehát ott szánja el magát, Doroszlóban ír a sógorának a birtokán, és ekkor indítja el egy önálló iparpárt megteremtésének akcióját. A kiinduló pont logikus és értető. Tehát ő azt ismeri fel, hogy a magyar fejlődés egyik legnagyobb problémája, teszem hozzá napjainkig, az önálló erős középosztály hiánya. Ennek mérséklése érdekében gondolja ő az önálló iparpárt létrehozását, és ez nagyon jó, hogy olyan társadalmi szempontokat állít a középpontba a közjogi háború helyett. Na de az elképzelés megint hihetetlenül naív. Ő a Szeged központi országos iparos mozgalom bázisán képzeli el ezt a pártot megalapítani, megint csak a hagyományos kézműipar művelőinek köréből távolozva a tömegbázist. Egyébként élvezetes olvasni lelkesedését, ahol a Szegedet a magyar Manchesternek nevezve képzelje a szép jövőt, de erről még Kossuth is lebeszéli, hogy talán inkább másra koncentrálja energiáját. De hagyd tegyem hozzá nagyon röviden, hogy ez a hermanni próbálkozás, ez nem egyedülálló őrültség, már az, hogy a közjogi szakadékon átívelő megoldást keressen. Pont ugyanebben az időszakban két másik, már egészen másik ilyen kísérlet is van. Így például a liberális középpárt létrehozása törekvő fiatal értelmiségek mozgó, Arany László és ez a kör, illetve Schwarz Gyula próbálkozásai, úgy a kulturális demokrácia bázisán működtethető alternatívát megteremtésére, ezek is kifulladnak, valami törvényszerűség biztos van ebben. De hagyd tegyem zárójelben hozzá, hogy Schwarz Gyulához hasonlóan Hermann Otto is a társadalom és a politika irányításában a tudósoknak jelentős szerepet szánt. Itt következik a politikusai pálya újraindulása. Ez nála változik. Visszavonul, újra aktív, visszavonul, újra aktív. 78-ban lép majd be az említett pártba, 77-ben azonban megtartja politikusi szűzbeszédét, a nyugati pályaudvar előtt egy tüntetés szerveződik a törökök védelmébe. Ugye ekkor zajlik az orosz-török háború, és Plevnánál megsemmisítő vereséget mérnek az oroszok a törökökre. Tehát a félelem realitásá válik, hogy a Balkán az orosz terjeszkedésnek lesz az áldozata. Ez ellen szervezik az ifjú török mozgalmat Hermann Ottóék. Tehát itt nagyon fontos, mert véletlenül vagy szándékosan félreértés akar. Itt Hermann Ottóék nem a szláv népek ellen
lépnek fel, amikor a törököket támogatják, hanem a cári orosz intervenciót, expanziót akarják feltartóztatni. Csatlakozik a függetlenségi párthoz, említettem, ott nagyon nem érzi jól magát, sok a probléma, belső ellentmondások, bírálja Helfit, Simonyi Ernőt. Tehát nincsenek illúziói. Tudja, hogy amibe belepett, az nem tökéletes, sőt, az egy nagyon bonyolult dolog. Ezért ismétlődnek majd újra-újra a kitörési kísérletei. Nagyon aktív a politikusként a korkérdésekben. Ebben nem tudok most részletesebben lemenni, mert nem az idő, de hagyd mondjam el, hogy az antiszemitus kérdésében nagyon határozottan elutasítja az antiszemitizmust a zsidó emancipáció és asszimiláció elkötelezett híve. Sok-sok minden miatt, amint ott felsorolok, inkább egy érdekességet említenék ennek kapcsán. Ez is egy Hermann Ottói attitűd. Miközben ő elítéli nagyon harciasan, beszédekben, írásokban az antiszemitizmus, kivívja az antiszemiták haragját, ugye, nagyon haragszanak rá. De közben van egy érdekes gondolata, tudniillik, ő úgy ítéli meg, hogy az ekkor szinte feltartózhatatlan nagy bevándorlás az északi irányból, ez árt a asszimiláció folyamatának. A neológokat gyengíti, az ortodoxokat állandóan utánpótlással látja el, és ezért azt javasolja, hogy 30 évig akadályozzák meg, tiltsák meg a zsidó bevándorlást. Ezzel mások haragját is kivívja. Ő egyszerre fogják nevezni állarc alatti antiszemitának, miközben mások meg zsidóbérencnek. Hogy milyen abszurd helyzetek vannak, erre csak a példa. 1884. április 1-én, ugye Hermann Ottó ekkor a Nemzeti Múzeumban dolgozik, képviselőként pedig a utca másik oldalán szemben, a Bródy Sándor utcában működik a parlament. Megy át munkahelyéről a parlamentbe, ott, ahol most is a kertben a Hermann Ottó szobra látható, ahol két hallatlanul bátor antiszemita megtámadja, és botokkal komolyan megverik. Tehát így jár az a zsidóbérenc, aki egyben antiszemita is, ez a kor sajátosságaiból következett. Hallatlanul érzékeny a szociális problémákra. Ezt már ugye említettem az örökségnél is. Ebben most nem térek ki részletesen, csak azt szeretném elmondani, hogy a munkásokkal mindig nagyon empatikus és szolidáris. A munkásmozgalmat is a működő rendszer hibáinak, ellentmondásainak következményeként értelmezi. De mindig elutasítja az internacionalizmust és a nemzeti platformról eltérő, elrugaszkodó munkásmozgalmi törekvéseket. Pályáján következő fontos esemény, amikor az ellenzéki pártok 84-ben egyesülnek, tűnik ez az ő intranzinges 49 álláspontjának felhigulását jelentés, ez ellen is fellép, ami a konfliktusokat gerjeszi, további elszigetelődéshez vezet. A konfliktusok elől megint a tudományba menekül vissza. 83-ban köt szerződést a Magyar Halászat könyve megírására. A Magyar Halászat könyve, ez megint a nemzetközi szakirodalom alapmunkája napjainkig is. Fantasztikus, nagy szellemi alkotás volt, amely a népi halászatot évszázadokra visszatekintve mutatja be, gazdasági szempontokat előtérbe állítva értelmezi, komplex megközelítésben, és egy nagyon nagy halászati gyűjteményt hoz létre. A mai napig a Néprajzi Múzeum halászati gyűjteménye az az anyag, amit Hermann Ottó ebből az alkalomból összegyűjtött. 85-ben házasságot köt, egy kicsit ugye most a tudomásán cél mögé visszavonult, kicsit nyugodtabban él, hát most belefért egy házasság. Nagyon érdekes történet is ez is, de nem tudom most elmondani. Tehát 89-ben megint próbálkozik egy párt alakítással, egy radikális párttal. Körülbelül 15 fő részvételre számít, a legfőbb partnerei Polonyi Károly Hentaller, nagyon előrehaladt munkálat, már címe is van a sajtóorgánumnak, kész a programtervezet, de Kossuth lebeszéli. Tehát megint
kudarcba fullad egy újabb kitörési kísérlet. Ez nem jelenti azt, hogy ő passzivitásba vonul. 90-es évek első felében kiéleződő egyházpolitikai reformvitákban aktív szerepet fog játszani. A dolog pikantériája, hogy 92-ben szegény iráni Dániel 23-szor terjeszi elő a vallásfelekezetek egyenjogosításáról, a polgári házasságról szóló törvényjavaslatát. A pikantéria abban van, hogy szegény nem éli meg, amikor már elfogadják. Hát ez olyan igazságtalan sóstól, hát van ilyen. Viszont, hogy elfogadják, ebben Herman Ottónak nagyon nagy szerepe lesz. Miközben a egyházpolitikai viták az ellenzéken belül megint konfliktusokat, belső konfliktusokat generálnak, és nagy meglepetésre Ferenc József nem vétózza meg a törvénytervezet benyújtását, és ő javasolja, hogy a fakultatív polgári házasságról hozzon törvényt a parlament. Na most ez visszalépés ugye az eredeti kötelező polgári házasság követelményétől, és azt tapasztalhat, hogy Ugron Gábor és Irányi Dániel hajlandó ebbe a kompromisszumba belemenni. Ez ellen Eötvös Károly, Herman Ottó tiltakozik, ennek eredménye megint egy pártalapítás, az Országos Függetlenségi Párt. Herman Ottó ellene van már a sok-sok kudarc után, meg főleg Kossuth érveinek a hatása alatt, hogy új párt alakuljon, de hát az megalakul nélküle is, és ezért aztán közösséget válaszolt, elfogadja, hogy ő lesz a pártnak az elnöke. Egy mondatban csak az Herman Ottó politikusi dolgairól eddig elmondottak összegzéseként, ugye. Ebből azt hiszem világosan kiderül, hogy Herman Ottó célja a nemzeti függetlenségi és a liberális demokratikus szempontok egyeztetése. Ezt a szintézist jelentő programot kidolgozni és a megvalósíthatóság keretei között érvényre juttatni. De hát ezzel sajnos nem sikerül előre jutni érdemben. Ennek következménye is a kudarcok hatása, hogy a századfordulóhoz közeledve Herman nem csak politikusként, tudósi munkájában is egyre inkább a kifáradás jeleit mutatja. A századforduló problémáival szemben kevésbé tud hatékony válaszokat megfogalmazni. Mondhatjuk persze, hogy ebben nem ő a magányos őrült, hiszen tudjuk általában a szakirodalom, ugye ismételten olvashatjuk, hogy a századfordulóhoz közeledve a liberalizmus kiürül. Nem tud érdemi választ adni a kor legújabb kérdéseire, kihívásaira. Részben igaz Herman Ottóra, de részben nem, hiszen láthattuk, hogy az antiszemitizmus kérdésében, a szociális problémák kérdésében, az egyházpolitikai kérdésekben ő a legkorszerűbb nézeteket képviselve igazából használható válaszokat kínál, de vannak olyan kérdések, amivel nem tud mit kezdeni. És ezek idézik elő, hogy egy válságkorszak alakul ki életében. Félelmek, gyötrék, egészen apokaliptikus szorongások bántják. Ennek egyik oka a nagyhatalmi politika egoizmusának, cinizmusának a megélése. Egyre inkább úgy érzi, hogy ez a nagyhatalmi politika, ez katasztrófába visz. Különösen Bismarckot nem szereti. Bismarckot visszatérően nagyon-nagyon bírálja. A másik ilyen félelemgerjesztő elem a militarizmus fenyegető felerősödése. Európai méretű háborús fenyegetésként éli ezt meg. És a harmadik fontos összetevő a szociális ellentmondások kiéleződésétől való félelem. Ő már egy forradalmi válság kirobbanásától tart. És ezekkel a félelemérzésekkel konfrontálódva ő nem lát pozitív alternatívát a válság felé sodródó magyarság számára is. Közben 93-ban Kossuth is meghal, depresszióját ez erősíti. 95-ben az általa vezetett párt újra egyesül az anyapárttal. Ez még kevésbé gond. A gond az, hogy ez a párt a 94-ben hazatért Kossuth Ferencet választja meg elnökének. Herman Ottó ezt katasztrofális döntésnek tekinti. Nagyon rossz a véleménye Kossuth Ferencről. És hát megint a politikából való kihátrálás választja. De a Herman Ottói válság
korszak kialakulásának a legfontosabb kérdésére szándékosan csak most érek ki, egybe vizsgálva ezt a kérdéskört, ez a nemzetiségi kérdés. Hermann Otto a századfordulóhoz érkezve ugyanis szinte hisztérikus félelemben él a magyar királyság felbomlásának félelmében. Tart, hogy a nemzetiségek elszakadása bekövetkezik, és ezt nem lehet megakadályozni. Hogy ez milyen fordulat az ő életébe, egy picit hagyj tekintsek vissza. Honnan indul Hermann Otto a nemzetiségi kérdés kezelésében? 68-ban ő a liberális nemzetiségi törvény támogatója. 68 után Mocsárival szoros szövetségben folyamatosan bírálja a kormányt, hogy nem hajtja végre, nem tartja be a nemzetiségi törvényt, és ezért jogos bírálata értelmében a nemzetiségeket a magyarok ellen provokálja, ami akadályozza az asszimilációs folyamat kibontakozását. Nem olvasom fel, látják ezt a szép idézetet, 72. március 24-én a parlamentben mondja el, és kéri számon mindezt az akkori kormányon. De nagyon fontos, hogy ekkor is, nem csak Hermann, Mocsári is, a kollektív nemzetiségi jogokat elutasítja. És a 80-as évek elejétől érezhető, hogy fokozatosan fordul szembe a nemzetiségi törekvésekkel, ahogy erősödik félelme az ország szétesésétől. Ő két év majd arra hivatkozik, hogy a 78-as balkáni háború kapcsán tapasztalta meg a nemzetiségek elszakadási törekvéseit, és ezért változik az ő magatartása. Ennek során éles vitába keveredik Mocsárival, aki továbbra is a kossuthi elvek alapján politizál, és próbálja Hermann Ottót is rávenni, hogy maradjon hű ezekhez az elképzelésekhez, inkább a kossuthi tradíciók megőrzésének politikája helyett Hermann inkább, és itt jön a nagy fordulat az ő koncepciójában, a 68-as törvény visszavonulása. Hát a nemzetiségek arra hivatkoznak, hogy a 68-as törvények szerint nekik mi jár, akkor szüntessük meg, és akkor nem lesz mire hivatkozniuk. És ezzel együtt a másik nagyon fontos elem, hogy immár a demokratikus választójogot sem támogatja, holott láttuk, hogy az eredetileg a döntő eleme volt az ő politikájának. Ebben az időszakban ő Madarász Józsefet tekinti a fő partnerének. Mi az, ami ebből tanulságként levonható szerintem? Ez a Hermann Ottoni példa mutatja azt, hogy a demokratikus továbbfejlődés irányába nyitott belpolitikai elképzelések és az integritáshoz való ragaszkodás feloldhatatlan ellentmondásba kerültek. Ezt Hermann a létharc kiéleződéseként éli meg, a neocsolidarvinizmus szorításában vergődik, és felfogásában felerősödnek a konzervatív vonások. Felértékelődik évrendszerében a faji jelleg, a kultúrfaja, a vezérnemzet, a szupremácia. Történelem képében pedig a legnagyobb hatása ekkor Timon Ákos lesz, aki egy nemesi romantikus, historizáló, archaizáló, a múlt dicsőítésében merevedő alkotmány és jogtörténetet művelő tudós volt. Így jutunk el oda, hogy Hermann Otto visszavonul a politikától, 96-tól megint távol van a közszerepléstől, de nem fordít teljesen hátat, ahogy ezt ő szokta volt, és a ő saját szerepét egy Vajda Jánosi hasonlattal élve a cselekvés kedvezőbb feltételeinek eljövetelét váró virrasztókéhoz hasonlította. Azaz ő a válsághelyzetbe visszavonul, de továbbra is keresi a kiutat a politikai zsákutcából, és ez váltja ki benne a demokratikus tartalmú kiútkereső próbálkozásokat. Egy-kettő csak röviden, hogy mit érzek ez alatt. Ez nem koherens rendszer, nem egy kidolgozott nagy politikai stratégia végrehajtása, ezek csak ilyen orientálódási kísérletek, de hogy merre keres orientációs pontokat, azért az sokat elárul. Ugye egyrészt Vázsonyi Vilmossal szoros kapcsolatba kerül, aki a demokrata kör, majd a demokrata pártvezetője lesz. Ez a Vázsonyi fogja felkérni Hermannt, hogy 95. október 12-én, hogy tartson beszédet a
közben elhűlt Károlyi Gábor tiszteletére, és ebben Vázsonyi és Hermant az egyedül radikális, a képviselőház egyedül radikális kép politikusaként apostrofálja. A másik ilyen orientálási pont a 20. század, ezzel Rokos szemvezette. Grácz Gusztávval van levelezése. Ugye Grácz Gusztáv volt az, aki a század előn megfogalmazza a szociális liberalizmus projektjét, mondva, hogy a liberalizmus vagy szociális lesz, vagy nem lesz. Tehát nem, ez is elmond sokat, hogy Hermann Otto miért ebben az irányban keresi az együttműködést. De hát ugye visszatérve a már egyszer részleteiben említett empátiájához, a szocialista munkásmozgalomhoz. Ez töretlen, mert mint említettem, továbbra is elhatárolódik az internacionalizmustól. De mégis úgy érzi, hogy a szociáldemokratikus mozgalommal együtt kell működni ahhoz, hogy a demokratikus kibontakozáshoz tömegbázis legyen, illetve hát a munkások nyomorát valahogy kezelni kell. Keresi az utat, erre nincsen válasza, de ebben az irányban keresi az utat, és részvevője lesz a Szocdemmel folytatott együttműködési tárgyalásoknak a kormány véderőjavaslat törvényjavaslatával szemben. Közös tüntetés van, 1903. augusztus 2-án részt vesz, és itt megindokolja, hogy miért vesz részt, és valójában mi az, ami ebbe az irányba őt befolyásolta. Tehát láthatjuk, hogy Hermann Otto a század előn is, a válságszituációban is progresszív irányú kiútkereső próbálkozásokat indít el. Ezt az irányultságot erősíti egy ellenirányultság, Kossuth Ferenc politikája és a függetlenségi ellenzék kétarcúságának a megélése. Erre is van itt egy nagyon szép idézet, de a döntő döfést, ha nem tudom, jól fogoztam végül is, a koalíciós kormányzás 1906-10 közötti tevékenysége váltja ki belőle, amikor úgy érzi, hogy ennek tényleg nincs értelme, ezzel semmire nem megyünk. Az, hogy a apátiában van, válságban van, ez nem jelenti azt, hogy közömbös lenne a nemzeti problémák a szemben, nem tudok a részletekbe menni, jelzem, hogy a kivándorlással foglalkozik, ezt egy nemzeti katasztrófának nevezi, megoldásként egy kisbérleti rendszerbevezetését tartja, és itt hagyjuk utaljak arra, hogy Fehér Tanár úr Darányiról ír remek monográfiájából tudjuk, hogy ez a kisbérleti rendszer bevezetése az. Hát ez Darányi Igrác nagy ötlete volt, és hát minden más esetben tudjuk, hogy Hermann Ottónak nagyon jó viszonya volt Darányival. 91-ben az ornitológiai központ megnyitása, a filoxéria elleni küzdelemben mindig szövetségesek voltak, és hát itt a kölcs egyértelmű a hatás. Nagyon fontos, hogy Mocsári Lajossal normalizálódik a helyzete, újra együttműködnek, Mocsári egy levélben fejti ki, mennyire örül, hogy Hermann Otto nemzetiségekkel kapcsolatos álláspontja pozitív irányba változott, és reméli, hogy ebbe az irányba tudnak tovább menni, és akkor még egy nagyon fontos a Juss Gyula felé tett közeledési gesztusa, hiszen tudjuk, hogy Juss az a ellenzéki politikus, aki majd a polgári demokratikus forradalomba vezeti el a függetlenségi ellenzéket. Hát ez az idézet a lényeget visszaadja, ezt mégis csak elmondanám. Ugye, hogy ő az erőt, az igazságot a tömegekkel operásban keresi, szövetkezett a szocdemekkel, oláhokkal és minden bajnokolása által egy titkos könyvben való szavazat. Tehát visszatér az általános titkos választás demokratikus követeléséhez. De az egy kritikus ugye Jusstal, a végrehajtalt egy opcsit találta meg, meg kell, hogy ez tökéletes szerkezet a magyarságot tönkretegye. Tehát a fenntartásét is jelzik, de a végszó a lényeg. A végszó, amelyben azt mondja, hogy Juss Gyulától pedig komolyan kérdem, érez magában annyi erőt, hogy forradalom útján elt mindazt, ami a Mohácsot, de mindent, hogy aztán szervezze meg Magyarországot, amelyet Kossuth Lajos szava értve, stb. Ha igen, akkor előre. Tehát ő elfogadja a Jussi programot, akár a forradalom igellését is beleértve. Együttműködés nem ígér, de hát már idős is, beteg is, tehát, és ki tudja, még amit nem tudunk ugye, egyébként megfejteni, de nem is lenne esélye, hogy részt vegyen, hiszen december 27-én 1914-ben meghalt. Nagyon röviden.
a Hermann Otto példájából én azt a következtetést vonom le, és azt írtam le anno nagyon régen kandidátusi disszertációban, amit Hermann Ottóról írtam, hogy a Hermann Ottói életpálya tanulsága, hogy a demokratikus ellenzékiség érvényesítésére nem volt esélye dualista Magyarországon. Sőt, a rendszer kényszerű elfogadása, a kényszerű alkalmazkodás Hermann Otto esetében is a liberális demokratikus elvek torzulását eredményezte. De ellentmondásaival is együtt képviselte a liberális demokratikus és nemzeti függetlenségek értékek folytonosságát. Pályája hidet képez a reformkor progresszív örössége és a 20. századi polgári demokratikus perspektíva között. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Erdődi Gábornak az előadását. A következő rendezvényünk december 2-án lesz. Bellák Gábor művészettörténész fog beszélni, és az ő témája Benczúr Gyula lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várjuk a következő eseményre is önöket. Nagyon szépen köszönöm.